Tanítóként azt vallom, hogy hatalmas kincs van a kezünkben, mondja Borsosné Herceg Judit, a Györfi István Katolikus Általános Iskola igazgató helyettese, aki munkáját hittel, szeretettel, elhivatottan végzi, amelyet a sokrétűség és dinamizmus jellemez. Tevékenységét egyaránt nagyra értékelik kollégái, tanítványai és a szülők is. Megtisztelő és felemelő érzés tölt el, amikor visszagondolok. Augusztus 24-én Sárospatakon megtartott tanévnyitó egyházmegyei Veniszangte ünnepségen átvehettem ezt a díjat. A díjazottnak már gyerekkorában határozott elképzelése volt a pályaválasztásról. Talán egészen gyerekkoromig vissza emlékezhetem. Egyedüli gyerekként mindig igényeltem körülöttem a társaságot és a gyermek baráti kört, valamint a tanítóim az egykori iskolámban, az Arany János Általános Iskolában meghatározó élményekkel, biztatással és bátorítással voltak felém, hogy ezt a pályát válasszam. Én azt gondolom tanítóként, és azt vallom, hogy hatalmas kincs van a kezünkben. A gyerekek rettentő értékes szeretettel, igaz odafigyeléssel vannak felénk, és a korosztály, leginkább ez a korosztály az, ami engem megfogott, és ezért választottam a tanítói pályát. A pályakezdő éveimet a volt általános iskolámban, az Arany János úti általános iskolában kezdtem. Nagyon friss még mindig bennem az élmény, hogy nem diákként, hanem pedagógusként fogadtak egykori tanítóim és tanáraim. Nagyon sok szép emléket őrzök a pályakezdés éveimből és a tanáraimról. Minden igyekezetemmel azon voltam, és a mai napig azon vagyok, hogy a gyerekek és a szülők előtt is, és elsősorban a gyerekek előtt is hiteles legyek, és átérezzem, és velük együtt érezzek, és a szívünk együtt dobbanjon minden egyes tanórán. A díjazott jelenlegi iskolájában, a Györfi István Katolikus Általános Iskolában 2001 óta tanít, és már a több diplomával is rendelkezik. Folyamatosan szükségét érzem annak, hogy a pedagógiai módszertani kultúrámat állandóan frissítsem és nyomon kövessem a kor kihívásainak megfelelő pedagógiai elvekkel, ismeretekkel gazdagodjak, és valóban több alkalommal lehetőségem volt újabb végzettséget, illetve diplomát szerezni. 2001 után a szakvizsgázott pedagógiai programba vettem részt, és fejlesztő pedagógusként végeztem az EGRI Eszterházy Károly akkor még főiskolán, illetve 2010-ben lehetőségem volt az ismereteimet és a tudásaimat bővíteni, és gyakorlatvezető mentortanár végzettséget is szereztem. Ha újra kezdhetné is, ezt a pályát választaná, mert az elmúlt 30 év meggyőzte arról, hogy neki ez az útja. Az elmúlt több mint 30 év meggyőzött arról, hogy nekem ez az utam. És azt sem titkolom, hogy 2015. szeptemberétől, mióta a Jóisten ezt az utat megmutatta nekem, hogy valóban itt van a helyem a pályán, azóta én ezt teljes hittel, szívvel igyekszem végezni. Pedagógusként, illetve vezetői feladataim mellett azt gondolom, hogy nem 8 órás, hanem 0-24 órás ez a hivatás, vállalásom. Amikor a gyerekek kicsik voltak, végül is nagyon egyszerűen meg tudtuk oldani, mert együtt érkeztünk az iskolába, illetve sokszor délután együtt megvártak, és együtt mentünk haza. Természetesen azóta ők már felnőttek, megnőttek, és rengeteg megértést, türelmet,
támogatást kaptam, és kapok a mai napon is, vagy mai időben is a gyerekeimtől, fiaimtól. Örömmel igyekszik felfedezni mindenkiben az értéket és a jót, és ennek megfelelően úgy irányítani, hogy valóban sikereket érjen el egy-egy tantárgyból.